elmesélem nektek, hogy mi történt velem. Úgy február közepén egy nyugodt tavaszi éjszakán. Nyugodtan alszom e pillanatban, egér futott át az arcomon. Ha egyszer talán feltámadnék, macska lennék, egy kis cica, dorombolva a napsütésben, egret kergetve bokrok alatt, a földön vagy fönt, magas tetőn uralkodok, enyém a világ. Egy kis pihenő, párnál sevelőn, lelkem itt szundikál. Azt hittem, csak álom, felébredek. Az egér elsuhan, a macskám kinevet. Ha egyszer talán feltámadnék, macska lennék, egy kis cica, dorombolva a napsütésben, egret kergetve bokrok alatt, a földön vagy fönt, magas tetőn uralkodok, enyém a világ. Egy kis pihenő, párlás hevelőn, lelkem itt szundikál. Hé, asszony! Hallod? Vagy a macska repül ki a házból, vagy én megyek. Vagy ti ketten repültök. Ez így tovább nem mehet. Kussoljál, tetek! Tegnap fölhúzom a nadrágomat, és mi történik? A lábszárból egy egér bújt ki. Hát most mondjátok. Ti mit csináltatok volna az én helyemben?